Dr. Mester Csaba ügyvéd egy nagyon érdekes témában lesz ma a vendégünk, pontosabban nem lesz, mert már itt van. Arról beszélgetünk majd egy kicsit. Üdvözlet Csaba, szervusz! Szép jó reggelt, szervusztok! Család, barátok, rokonok kölcsön adása, vagy esetleg a kölcsön, hogyha mi kérünk kölcsön, érdemes azt lepapírozni, vagy egyáltalán ez mi a helyzet? Egy kicsit ez egy olyan szürke terület, hogy akkor most hát azért mégis hát őket jól ismerjük, barátok. Tehát ilyen furi szokott lenni, nem? Hogy akkor most ott papírozzunk, vagy mit csináljunk? Úgy van. Igazándiból a kölcsönszerződés területén, csak úgy, mint a különféle szerződések 99%-a területén, a jog akár családtagok, közeli hozzátartozók a jog megfogalmazása szerint, és vad idegenek között nem tesz különbséget. Ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak egy kölcsönszerződés esetében is, akár hozzátartozóról van szó, akár vad idegenről. A dolog természetesen kicsit speciális, mert van a régi mondás, hogy adj kölcsön, ásd el magad. Tehát sajnálatos módon sokszor a kölcsönadó kerül, aki úgy gondolja, és amikor kölcsönad, akkor úgy is kérik tőle, hogy segítsen meg valakit, adott esetben általában szorult helyzetében, családon belül meg általában főként erről van szó. Aztán sokszor ő kerül méltatlan helyzetbe, amikor esetlegesen meri egyáltalán említeni vagy visszakérni a kölcsönt. Ennek okán sajnálatos módon azt kell mondjam, és bár ügyvédként nyilvánvaló módon olyan esetekkel, olyan ügyekkel találkozom főleg, amikor már probléma adódik, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindenféleképpen érdemes ezen a téren is, bár a kölcsönszerződés szóban is érvényes, tehát nincs kötelezően írásbeli alakhoz kötve, érdemes mindenféleképpen, pont azért, hogy az esetleges, normális vagy jó emberi kapcsolatok, akár családon belül, akár családon kívül, a későbbiekben ne romoljanak meg. Mert sokkal inkább vita alapjául szolgálat az, hogyha egy kölcsönadásnál másképp emlékszik valaki, akár a kölcsönadott, mondjuk, mert kölcsönadni bármit lehet, nem csak pénzt, csak az a legjellemzőbb. Jó, de tudod, kik a legjobb szívűek? Hát a nagymama, nagypapa. Hát, hogy most egy nagymama, nagypapa azt fogja mondani az unokának. De nagyon-nagyon egyszerű a történet, mert tényleg, hogyha egy kölcsönszerződésben szerepel a kölcsönadó, a kölcsönvevő, a kölcsöntárgya, és pénzkölcsönnél még az sem kötelező, hogy a visszaadás időpontja rögzítve legyen. Az onnéttól fogva már egy érvényes kölcsönszerződés és későbbi viták elkerülése alapjául szolgálat. És az ilyen típusú szerződéseknél, amikor úgymond egymással bizalmi kapcsolatban lévő emberek között jön létre szerződés, ilyennek egy másik nagyon tipikus példája például ugye a házassági vagy a jogi szerződés, amikor ha szeretsz, drágám, akkor miért akarsz velem szerződést kötni. Ugyanezt mondom erre is, mint a családon belüli kölcsönszerződésre, hogy pont az a gyanús, hogyha a másik felvetésére valaki ezt nem akarja írásba foglalni. Mert abban az esetben, hogy ha nincs írásba foglalva, akkor adott esetben a kölcsönadónak kell a kölcsönnek a feltételeit és tartalmát a kölcsönszerződésnek bizonyítania. Azt, hogy ő milyen összeget adott kölcsön, mikor adta kölcsön, volt-e annak lejáratra, vagy felhívásra kellett visszafizetni, kötötte ki kamatot, vagy nem kötötte ki kamatot. Tehát ha van egy rendkívül egyszerű szerződés 4 mondattal, akkor nem lehet az, hogy vita kezdődjön, mert a vita szokta megmérgezni akár a közeli hozzátartozóknak a viszonyát is. Ha ez nagyon egyszerűen rögzítve van, és én mindig azt mondom, ilyenkor, amikor bizalmi kapcsolat van, ne az legyen, hogy jaj, hát drága nagypapa, nagymama, akárki, nem bízol bennem, hogy papírt akarsz erről. Ilyenkor azt kell mondani, hogy pont az mutat bizalmatlanságot, vagy bizalom megingást, hogyha valaki nem hajlandó írásba adni, mert az esélyt ad arra, hogy később egy szerződés tartalmát letagadja. Minek kell szerepelnie egy ilyen szerződésben? Tehát mik azok, aminek mindenképpen rajta kell mondtam, lenni? A kölcsönszerződés rendkívül egyszerű. Ha a kölcsönadó, a kölcsönvevő és a kölcsöntárgya meg van jelölve, akkor már egy érvényes szerződés van, mert mögötte ott van a polgári törvénykönyvnek a szabályai, hogy a kölcsönadó az köteles a kölcsönadott dolgot szolgáltatni, a kölcsönvevő pedig köteles azt visszadni. Mondom, még az se érvényességi feltétel, hogy meg legyen jelölve a lejárat, azaz a visszaadás időpontja, mert hogyha kikötik határozott időben, akkor kell visszadni a kölcsöntárgyát, ha nem kötik ki, akkor a kölcsönadó felhívására köteles visszaadni a kölcsönt a kölcsönvevő. Mi a helyzet akkor, hogyha már odaadtuk azt a kölcsönt?
kölcsönt egy jó barátnak, jó ismerősnek, rokonnak, bárkinek, de persze erről nem készült papír. Szeretnénk, hogyha visszakapnánk azt az x millió forintot, de hát nyilván kicsit súnyul az illető, aki megkapta azt a pénzt, nem tudja visszaadni. Ilyenkor lehet még bármit, hát tudod, ilyenkor azért, igen, lekopnak eltűnöget. Igen, hát első körben mindenféleképpen ilyenkor meg kell kísérelni azt, hogy hajlandó-e most már írásba adni a kötelezettségét, és egy tartozás elismerő nyilatkozatot adni adott esetben, hogy ő kölcsön vett ekkor-ekkor ilyen összeget. Hogy ezt nem teszi meg, akkor már ez nagyon gyanús, akkor utána menjen egy felszólító levél, hogy amiben azt leírja, hogy ekkor és ekkor ennyit adtam kölcsön, felszólítalak, hogy add vissza, hogyha erre nem jön egy tagadó válasz, akkor az is bizonyíték lehet bármilyen jogi fórum adott esetben bíróság előtt, mert hogyha valaki nem tartozik, akkor nyilvánvaló módon vissza fog írni, hogy miről tetszik beszélni. De hogyha ezek után nem is tagadja, nem válaszol adott esetben, nem adja meg a kölcsönt, akkor sajnos, hogyha valaki vissza akarja a pénzét, akkor nem marad más, mint a bírósági út. Ott bizonyítékként már felhasználható adott esetben a felszólító levél is, ha arra nem jön egy nemleges tagadó válasz. Igen, ott már utólag nehéz okosnak lenni. Nem tudom, hogy ide tartozik-e. Mi van akkor, hogyha valaki kezesnek kér meg engem egy barát például? Ez hasonló szituációt hoz? Hogy az ugye az le van papírozva, hogy kezesnek alá kell valamit írnia, de hogy az... Attól függ, a kezességnek két fajtája van. A sima kezesség és az úgynevezett készítető kezesség. A sima, másképpen sortartó kezes, az azt jelenti, hogy mindaddig, ameddig az adóson be lehet hajtani bármilyen vagyontárgyán a tartozását, addig a sortartó kezes nem köteles helyette helytállni, azaz megfizetni. A készítető kezes viszont az adóssal egy sorban köteles helytállni, tehát adott esetben akár mindkettejüktől, akár csak a készítető kezestől a hitelező megkísérelheti behajtani a tartozását. Ha és amennyiben hasonló a szituáció a kölcsönhöz, mert ha én kezesként helytállok valaki helyett az adósságáért, és rajtam hajtják végre, vagy én önként teljesítem, mint kezes, akkor utána fordulhatok természetesen ahhoz a személyhez, aki helyett helyt álltam. Muszáj lezárnunk, de ez egy akkora témában nyúltam bele, mint látható, hogy visszavárnánk ezzel kapcsolatban. Jó, hogy ez egy kicsit erről beszélgessünk, mert a kezességről, mert ez is elég gyakori, hogy a barátom meg nagyon-nagyon gyakori, és nagyon sok problémát szül. Köszönjük szépen. Én köszönöm szépen.